Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök az Unió 81. adását látják. Mai témánk az írástudók felelőssége a Kárpát-medencében 2007 tavaszán. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Lászlófi Aladár erdélyi költőt és írót, aki Tordán született, majd életének döntő nagy időszakát a Ceausescu diktatúra idején Kolozsvárot töltötte, és a rendszerváltozás óta egyre többet jár Budapestre, és az utóbbi időben megosztja idejét Budapest és Kolozsvár között. Ebből következően nagyon jól ismeri a magyarországi és a kárpát-medencei magyarság helyzetét határon belül, határon túl. Úgyhogy kedves Ali, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azt szeretném kérdezni tőled, mint a helyzet jó ismerőjét, hogy milyennek ítéled meg ma a magyarság helyzetét a Kárpát-medencében? Egyik lehető legnehezebb kérdés, amit élő emberhez intézni lehet, mert az előbb így oldalt nézve a pohár víz tetején a lehető rezgést néztem. Hát itt nyugodt víztükör, olyan tükör, amiből egy nagyon egységes, önmagát soha fel nem törő, fel nem zavaró kép születhet, nem volt és nem lesz. Az az érzésem, hogyha a vatától vagy koppánytól számítnánk, vagy legalábbis Anonymoustól a magyar értelmiség, a magyar írástudó felelősségét, rálátását, akkor se volnánk pontosak. Na de hát nem feltétlenül muszáj ilyen messziről nekifutni. Ez nekem azt az aktualitást idézi inkább, hogy nemrég kínált meg az egyik havonta megjelenő lapunk egy rovattal, aminek a havonta megjelenő cikk címe egyéb sorozataim után az lesz, hogy onnan nézek szerteszét. Eléggé átlátszó, eléggé világos az utalás Petőfi Sándorra. És arra, hogy hát végül is ez az onnan, ez valami olyan halom, kúnhalom, hármas halom, emelkedés, Vata trónja, Zács Felicián trónja, vagy egyszerűen csak az a domtető, ahova a Petőfi és a többiek ki szoktak ülni, ahonnan egyszerűen lenéz az ember valamire, mert rálátáshoz kell. És mit látsz ma, ha lenézel? És ha lenézel, akkor ott mindenképpen ugyanolyan jövés-menés látsz, ott hibuig a fű közül az a 10 000 forintos, ha jól tudom, egységáron megszámítható hóvirág, de egy kicsit távolabb a Kárpát-medence más részein még taposó akna is akad, és hát ott őseink sírjától a madár tojásig bármi lehetsz, és hát az értelmiség elsősorban emberi mozgást lát. És az emberi mozgás irtozatosan fontos, mert a milligrammok, amikből az ítéletünket meghozhatjuk, azok mindenképpen erre a porladásra épülnek. Tehát valami érdekes fizikája, kémiája, szerves és szervetlent, egybeolvasztó, szellemi vegytana van az egésznek. Ahogy a én hétköznapi nyelvre lefordítva. Ahogy az én sorsom hoztam, mert mindenki a saját sorsával gazdálkodik és gondolkodik, az én sorsom érdekes módon azt hozta, ami a családom több tagjával, felmenőági nagypapákkal is egyéb rokonokkal előfordult, több országba és több színhelyre vitt el. Szinte, hogy irigyelhetem abban a közegben megöregedett és elpusztult csodálatos 26 éves aggasztjánunkat, Petőfit, aki soha nem tette ki a lábát Magyarországról. De ha összevetem azzal a viccbeli öreg bácsi valaki, szintén soha nem tette ki a lábát a szülővárosából, mégis 8 államba is lakott,
akkor ehhez képest kedvezőbb a helyzetem. Ráadásul azt kell mondanom, én egy boldog nemzedék tagja vagyok, minden ellenére, amit személy szerint el kellett viselnem és át kellett élnem, mert végül is megértem, hogy hivatalosan egy Európai Uniónak nevezett egységnek vagyok a részese, a tagja, a lakója. Volt, amikor azt se hittem, hogy valaha kiélek a 20. századból. Többünknek volt ilyen érzése, és hát akik ma mégiscsak megértük a 7 évtizedet, azok igazán tudhatják, hogy nagyobb esélyünk volt arra, hogy nem vagyunk, nem leszünk. De volt azért egy pillanat, amikor nagyon nagy optimizmussal néztünk a jövőbe. Emlékezzél 1989 karácsonya utáni napokra, amikor a kolozsvári lakásodon beszélgettünk, elemeztük a helyzetet, és akkor nagyon nagy optimizmussal és bizakodással néztünk a jövőbe. Aztán jött 90 márciusa, az első hideg zuhany, a marosvásárhelyi pogrom, aztán jött később több csalódás, ez mind igaz. De hát, mint Erdély szülöttje és mint Erdélyben életét leélő író, költő, akkor autentikusabb választ kevésről várhatok, mint tőled, hogy ma hogyan látod az erdélyi magyarság helyzetét a 17 évvel ezelőtti optimizmuson túllépve, és a mai helyzetet, meg az elmúlt másfél évtized eredményeit és eredménytelenségeit összegezve. Megértettem. Valamivel felgyorsítom a 1000 év átfutását, bár nem akartam én nagyon leragadni valami régi ponton. Tényleg a te kamerád előtt vallottunk először az akkor nagyon friss élményeinkről. Na most ezekből visszaemelve biztos igazolnák a kockák is, a képkockák és a sorskockák, amelyeken ez igen döntődött, hogy én azzal indultam annak idején, hogy fiúk, soha Mohács óta ilyen jól nem álltunk, ilyen gyönyörűen tisztára nem játszottuk magunkat a kapu előtt, na, ami most jön, az. És ez nem következett be. Az azóta elhalt, számomra nagyon és örökre hiányzó együtt gondolkodók szellemi akkumulátoraimat kiegészítő és működtető barátok, amilyen Szilágyi Domokos, amilyen Majtényi Erik, amilyen a kevésbé neves barátok voltak, és hát az elmúlt év a maga 26-27 friss sírdombjával szintén csak azt erősíti meg, hogy én akkor nagyon naív voltam. Már régeségen. Miért csalódtunk ekkorát? Azt hiszem, hogy rosszul futottunk neki. Én mi például, magyarok? Mind. Mind. Hát én nem hiszem, hogy ez csak magyar probléma lehet, mert annak idején versben is és publicisztikában is többször megírtam, hogy más népnél is volt Mohács és Trianon, csak más nép másképp intézte el a dolgokat. Én azt tudom, hogy kezdtem a vicceket gyűjteni évről évre, és ezek közül a emlékezetesebbek azok, ugye a bizonyos keszthelyi strandon fuldokló magyar, aki időnként fellöki magát a talajról, és a közelébe a halászok dolgoznak, és csak annyit hallanak, hogy ordít, hogy halászok, halászok, mire végre az egyik felfigyel, azt mondja, mi is, de mi nem kiabálunk állandóan. Ezzel már is ironikussá tettük, és már is ironikusan intéztük el a dolgot, mint azon a bizonyos amfiteátrumba tartott vizsgán, amikor a kisasszony mennyi 4x4 alapon, a kisasszony azt mondja, 4x4 az 12, és hátul a magyarság kiabálja, hogy még egy esélyt. Aztán végül a kisasszony eltalálja, hogy 4x4 az 16, de a magyarság akkor is makacsul azt mondja, hogy még egy esélyt. Nos, ezeknek a vicceknek a mentén juthattunk el oda, és ez megint nem az én humorérzékem, legfeljebb az én humorérzékem emelte ki őket a publicisztika révén. Néha a költészetben is lehet ironizálni, szóviccelni, de És ezt te gyakran alkalmaztad, ezt tudom, hogy a humor kincs, humoros kincses tárod az nagyon gazdag. Egyszer csak elakadtam én is, mert annál tökéletesebbet, hogy két gyerek áll a Kárpátok csúcsán,
az egyik legurul, a másik utána kiált, hogy vissza tudsz mászni. Mire ez elhaló hangon azt mondja, hát még le sem értem. Én ennél tovább nem jutottam. Tehát már megelőlegeztem neked a végső válaszomat is. Valahol a kiút dolgában is itt a baj, itt van ezzel a bűvös vegytannal is a dolog, hogy mi mitől áll. Na most a konkrét dolgokról, hogy ma mi hol tetőz. A bizonyos tordai legendás hídon volt egy tábla, amin ugye, mint minden tordai malac viccen olyan jól lehet mosolyogni. Orbán Balázs vagy csak a néphagyomány alapján az volt felírva rá, hogy mikor ez a tábla nem látszik, árvíz van. Nos, tulajdonképpen az egész magyar történelem egy tordai gondolkodás alapján így néz ki. Amikor egy tábla nem látszik, amikor annak a táblája, annak a mutatója, annak a százalék aránya nem látszik, akkor bizony árvíz van. És az a bizonyos Petőfi Sándor, aki felül nyugodtan onnan nézni szerte szét, annak is van egy szünnapja. Ugyanis Petőfi nem az az ember volt, aki egy percig nyugton tudott lenni. Ő égve a népet, pokolba az arisztokráciát és dicsőséges nagyurak és egyébek alapján agresszíven kiabálta, hogy akasszátok fel azt, ami rossz. Nos, a 20. századtól, ettől az Európai Uniós csatlakozástól és mindentől, ami itt a kezünk között omlik el, mint egy túl lágyra sikerült formálhatatlan agyag, erről mindenről elmondhatjuk, hogy rossz vegytan alapján dolgozták ki, tekik talán még az ősök. Ugyanis előző nemzedékek rontottak valamit el, előző nemzedékekre hárítható mindannak a felelőssége, ami miatt a mai magyar értelmiség azt mondja, de hát gyerekek, hát nem erről volt szó. Miről? Hát ha például arról volt szó, hogy Európa egy garázs, el szép magyar szó sohasem lesz, ez a franciás, vagy talán nem is eredetileg francia műszó, az, ahova a beérkezést, mert benne van valahol a gár, amely több latinos nyelven az állomást is jelenti. Valami olyasmit kellett volna jelentsen, ahova aki beérkezik, akkor ott megnyugszik, ott összeszedi magát, ott letisztítja magát. A ógörögök gyönyörű szobrászatának az egyik mintapéldánya az a magáról a port sárt levakaró. Egy egyszerű sarlóhoz hasonló eszközzel az atléta levakarta magáról a nagyját. Nos, hát ez a valami, ami be kellett volna, hogy következzék, nem következett be. Azt kell mondanom, hogy ez soha nem következett be. Az első nagy... És ebben nem csak mi magyarok vagyunk egyedül, így én azért... De. Ez érvényes a többiekre is, akik beérkeztek ebbe a garázsba, illetőleg állomás helyre? Különböző mértékben. Hát nem Adenauer volt az első igazi, vagy legközelebbi megálmodója a most 50 évét megérő európai gondolatnak, az atlanti gondolatnak, hanem Genghis Khan. Csak szinte szerencsénk, hát hogy... Hát akkor Genghis... Attilát is említsük már meg. Ugye. De hát Attila legalább ugye valahol közelebbről vagy helyben történt a dolog. Itt messziről futottak neki, mert Európa volt mindig az a billegő virágszirom, ahova a többlet ki akart jutni, ahol a többlet olyan virányokat sejtett, ahol ez a megnyugvás bekövetkezett. Na most, hogy Európa hányszor, hogy itt hány Klodvig és hány Rubikon átlépő Cézár van a dologba, és milyen mértékbe keveredett bele, az megint mérhető egyenként. Tehát Európa története végül is ott is mérhető már, amikor az európaiak európaisága azzal fejeződött ki, hogy a legeurópaibb európait Szokracsek bácsit lemészárolták, megitatták bürökkel. Ennyire nem tudták, hogy mit akarnak. Na most az az érzésem, hogyha az ember kis túlzással, kis metafora értékű túlzással fut neki, akkor ma is elmondhatja, hogy nem biztos, hát íme ez a rengeteg neki menjek, ne menjek játéka
európai alkotmánnyal és azzal, hogy mi nincs benne, és mi volna azért mégiscsak méltányos, hogy emlékezzenek rá az unokák is, miután mi is már unokák unokái vagyunk. Nos, ez mutatja, hogy itt bizonyos dolgokról a szószoros értelemben elfeledkezünk. Itt az, ami nem történik meg, amitől az a halom, ahova onnan nézek szerte szét, akár Vata trónja, akár Szent István trónja, akár egyszerűen Árpádházi királyok trónja, vagy egyszerűen csak egy szép halom a sok közül. Ez úgy keletkezett, hogy valamik összegyűltek. Na most, hogy először próbálják valami direkt választ adni, irtozatosan nehéz a direkt válaszokat adni, mert mindig valahol megtámadhatok, valahol úgy van, mint a klasszikus mesébe a forróvizet a kopacra, amikor a már megtörtént szerencsétlenség után az a farkas, amely megkapta a forróvize adagot, amikor elhangzik az, hogy forróvizet a kopacra, kiugrik a növő halom alól, és összeomlik az egész halom. Nos, hát itt valami ott romlik el, hogy valami előzőleg nem volt határozott struktúra. Tehát a válasz, az első határozott válasz, ami keletkezik a természetbe is, és a történelembe pontosan úgy, pontosan olyan törvények és szükségleteknek engedelmeskedve, az például, hogyha kialakul az osztrák-magyar monarchia vasút térképe, az gyönyörű. Akinek van ilyen, be tudta szerezni valamilyen ócskástól, és kinyitja, az valami gyönyörű hosszú valamit talál, mert kb. 1870-ben ért a vasút Kolozsvárra, és 1871-75 között ért el Brassóig. Hát még a szárnyvonalak, valahogy úgy, ahogy az Archaeopteryxnek is a csontozata mentén, a tollazata még bonyolultabb törvények szerint, de ugyanannak az aerodinamikának a szükségletéből kinőtt. Nos, hát szárnyvonalakat csak a hülye vág le. Na most itt valami baj van. Pontosan így van az iskolával, a kórházzal, mindennel, amire én, aki átéltem, és te nagyon céloztál arra, hogy erre építesz, erre a tapasztalatra. Aki átélte Ceausescu falurombolását, aki átélte az esztelen takarékosságnak nevezett leépítést, az csak egyet lát, Európának felépülni kell, azzá a csarnokká, azzá a garázsá, azzá valaminek válni, és ezen belül egyszer csak kiderül, hogy Jenőkének pont nincs paritja köve, és ezért a saját nadrágjáról a gombokat vágja le, de hát később leesik a nadrágja. Nos, ez az, ami egy mai Kárpát-medencében élő magyar értelmiségét legjobban megijeszt. Nekünk takarékoskodni nem kell, mert a természet nem takarékosságból mászott le a fáról. Azért mászott le a fáról, mert a fán sokkal kevesebb mező, mit nekem te Zordon Kárpátoknak alföld, és sokkal kevesebb tere volt mindannak, amivel kiteregessük az osztrák-magyar monarchia térképét, az Archaeopteryx csontvázát, és ez minél nagyobb területen tudták ezt a tudósok, és azok, akik számba vették, vagy hasznát vették közelről, a Tempe völgyet, pont úgy, mint a Pó völgyét, és a Duero, Ebro és Tájó környékét, mint úgy, mint más fájó környékeket, azoknak ez szükséges volt. Ebből spórolni, és a jövő nevébe, a jövő alól spórolni, ez, hogy is mondjam, nem szoborbontás, nem falubontás, nem vásárbontás, hanem az, amire a legfájóbban gondolunk állandóan, hogy itt valami, uraim, leépül. Akkor most... itt érünk el a fő kérdésre, ami a mai beszélgetésünknek ugye a fő témája. Tehát, hogyha látjuk, hogy ilyen leépülés van, hogyha látjuk, hogy 2004. december 5-e a nemzeti létünknek a mélypontját jelenti, hogy 2006 ősze erkölcsi és politikai válságot hozott Magyarországon belül, akkor országhatáron belül és kívül egyaránt igen súlyos gondok vannak, az európai keretekben is vannak ugye problémák. Kérdésem, hogy a magyar értelmiségnek mi a felelőssége
ebben a helyzetben, hogy szavát fölemelje, hogy iránymutatást adjon, vagy kritikát fogalmazzon meg. És egyáltalán a civil szféra, látjuk a politikusok mit csinálnak, látjuk a politikai iszabirkózást, de a civil szféra is itt van, és a civil szférának is meg kell szólalni, és a civil szféra szószólója az értelmiség lehet. Hát szinte visszakényszerítsz, vagy visszasepersz, körülbelül olyan módon, ahogy egy ilyen üveglapra vasreszeléket szórunk, és alulról mágnesekkel manipuláljuk, visszatolsz oda, honnan annyiszor szeretek elindulni. Kérlek szépen az intertextualitáshoz. Mondtam már, hogy más népnél is volt Mohács és Trianon alapon. Hát pontosan úgy a saját sebeinket nyalogatni, és csak a sajátunkat állítni be, hogy elviselhetetlen, az lehetetlen, mert itt rengeteget a szomszédságban rengeteg olyan népet és nemzetet érzek, akit méltánytalanság, vagy általa méltánytalanságnak érzett történelmi fordulat sújtott. Nos, hát ezek között egyik vagyunk csak a általános elismertségbe, az általános méltatásába, beszámításába ezeknek a dolgoknak. Nyilván, hogy mi is csak egyik sorba álló lehetünk, ugye. De érzésem szerint az, amire te előszeretettel rákérdezel, és én előszeretettel válaszolni akarok, az ebben az intertextualitásban rejlik, mert a hősvértől pirosulttól a hársfaágak árnyáig és egyéb idézetekig másoknál is ugyanazok a fájdalmak, vagy örömök, vagy konstatált veszteségek, visszaesések vannak. Az, ami a mi legnagyobb bajunk most nekünk magyaroknak, nekünk közép-európaiaknak, nekünk az új Európai Unió első évszázadának, hőseinek, lakóinak, odisszeuszainak, az az, hogy leépülünk. Tehát valamit elért az eddig felépített, onnan nézek szerteszét halommal az emberiség, és ha egyebet nem veszek, csak ilyen apró nyelvi kötekedésbe kezdek. Eddig a magyar vett egy mély lélegzetet, most vesz egy nagy levegőt. Eddig körülnézett, most körbenéz. Százával írtam fel így tévénézés meg olvasás közben azt, amit nem nyelvromlásnak, nyelvváltozásnak lehet nevezni, mert ennek nincs is előjele, amivel megítélhetem. De a következmények egészének, a következmények halmazának, a következmények, most a közönség nyomja meg a gombot, és kiderül, hogy Aida énekelte Radames románcát, vagy Radames énekelte Otellóét, ezt a közönség úgy egészében tudja, már a közönség se tudja. Felnevelünk egy ifjúságot, mi itt a Kárpát-medencébe, úgy, ahogy szétszórtak, vagy ha Uruguayt is belevesszük, magyarok, és gyakorlatilag már annyira eljutottunk, hogy minden visszaminősülés, minden leépülés az egészet érinti, ezt a vegytont, amiből az egésznek a halmazata még egyszer feltámadhat. Hát így nézünk akkor ki. 2007 tavaszán kolozsvári, budapesti látószögből Lászlóffy Aladár, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked minden jót. Figyeld tovább az eseményeket, és egy későbbi időpontban talán újra fogjuk elemezni a Kárpát-medencei helyzetet. Kedves nézőink, köszönöm szépen a szíves figyelmüket, várom önöket mához egy hétre, ugyanebben az időpontban, de addig is, hogyha van észrevételük, kérdésük, kérem írják meg a postai címünk 1145 Budapest, Tököli út 105, vagy elektronikus úton is e-mail címünk unio@echotv.hu. Viszontlátásra jövő héten!